Zónatém. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. Egész napos workshopon elemezték a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatait, eredményeit és a régiós együttműködés jövőjét azok a szakemberek, akik településükön a program keretében kulturális eseményeket, projekteket valósítottak meg. Kötetlen beszélgetés keretében kölcsönösen megismerték egymás tapasztalatait, valamint közös gondolkodást indítottak el az egyes programok folyamatok lehetséges folytatásáról. Részt vett az eseményen Markovics Aliz vezérigazgató, valamint Navracsics Tibor miniszter is. településvezetők, kulturális intézmények vezetői, munkatársai, projektvezetők tanácskoztak az elmúlt időszak tapasztalatairól, valamint azokról a települési és regionális eredményekről, amit a résztvevők saját és környezetük javára tudnak fordítani a jövőben. A workshopon Markovics Alíz a Veszprém Balaton 20-23 ZRT vezérigazgatója is részt vett. Ez az első állomása egy olyan régiós beszélgetés rendezvénysorozatnak, ahol azt szeretnénk értékelni az Európa Kulturális Fővárosa program eredményeit, vagy azokat a hatásokat, amelyeket a, a régióban kifejtett, és, és hát nagyon érdekes volt hallgatni a, a településeknek a tapasztalatait. Feltettük azt a kérdést is, hogy hogy mit csinálna másként, hogyha visszamehetne, hogy mit profitált belőle, a, a milyen, mik azok a folyamatok, amik elindult, Mit szeretnének továbbvinni, hogy gondolják továbbvinni, hogy reagált rá a lakosság, voltak-e nehézségek. Tehát ezeket szerettük volna megbeszélni A érintettekkel, a település vezetőivel, a kulturális szervezőkkel és bárkivel, aki dolgozott ebben a programban. Összességében milyen tapasztalatokat gyűjtött be a tanácskozás folyamán? Hát azt mondhatom így nagy büszkeséggel, hogy, hogy a legtöbb pozitív tapasztalat volt, hogy nagyon jól élték meg a települések, nagyon jó folyamatokat indítottak el, illetve olyan hosszú távú terveket tudtak megalapozni és rásegíteni, vagy, vagy továbbfejleszteni, ami, ami a település stratégiában így nagyon nagy terveket vagy Elvárásokat társítanak hozzá, illetve hogy a közösségek megerősödtek, hogy civil szervezetek jöttek létre. A tanácskozásra sűmegen került sor, hiszen a Tájkapocs alapítvány is viszi tovább az LKF programban elindult fejlesztő folyamatokat a kultúra és a közösségépítés terén. Házigazdái lehetünk ennek a programnak, ami már magában egy nagyon-nagyon jó érzés, és azt szeretnénk, hogy a meglévő vagy eljövő partnerek, polgármesterek, kulturális szervezők megismerjék az alapítvány nevét, hogy majd ebben a két évben, mikor megkeressük őket, és szeretnénk információt kérni, interjút készíteni, beszélgetni velük, a jó gyakorlatokat összegyűjteni, akkor ne legyünk ismeretlenek, hanem a tájkapocsnév jól hangozzon, benne legyen a fülükbe, és így az együttműködésünk könnyebb és erősebb tudjon. Lenni. Sümeg is sokat profitálta a 2023-as évben az EKF lehetőségeiből. Célunk elsősorban az volt, hogy a kis Frodi Kultuszt tudjuk továbbvinni. Két egész nagy programunk volt, önkéntesekkel, nemzetközi programokkal, helyi értékek bemutatásával. Volt egy nagy járásközponti program, a Barok Fesztivál, és még nekünk olyan szerencsénk volt, hogy a Nemzeti Kultúrás Alapnak is egy LKF rendhagyó, vagy idegenes kollégiumából is tudtunk egy programot elcsípni, és ott pedig a néptánc kultúrát erősítettük, és ezek a programok, ezek a nagy járásszékei programon kívül úgy gondolom fenntarthatóak is. Jelen volt a tanácskozáson Navracsis Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter is. A tavalyi év Veszprém és a térség egyik legjelentősebb időszaka volt, a Bakony-Balaton régió Európa kulturális és innovációs központjává nőtte ki magát, hangsúlyozta a köszöntőjében. Az Európa Kulturális Fővárosa programsorozatot mintaként szoktam felemlíteni abból a szempontból, hogy miközben van egy általános elképzelés arról, hogy a magyarok mennyire individualisták és nem tudnak együttműködni, és ilyen tréfás és tragikus példákat hozunk a magyar történelemből arra, amikor össze kellett volna fogni, ám de nem fogtunk össze, és ezért ez és ez elveszett. Ahhoz képest mi itt azt látjuk, hogy 2020 óta tulajdonképpen egy nagyon békésen és szervesen fejlődő együttműködés volt, amelynek az értékét tovább növeli az, hogy hogy nem, nem csak adtunk, hanem kaptunk is, vagyis az önkormányzatoknak is be kellett szállni, és a civil szervezeteknek is be kellett szállni, nem csak munkával, de adott esetben pénzzel is, társfinanszírozási módszerekkel, vagyis megvan a magyarban is, és a magyar társadalomban is most arra már talán az a hajlam, hogyha egy, egy jó célt lát, egy olyan célt, amiben érdemes befektetni, akkor és ráadásul egy olyan célt, amit magasabb színvonalon lehet elérni, akkor, hogyha együttműködünk, akkor hajlandó az együttműködésre. A Balatoni régiónak olyan adottságai vannak, amelyekkel prémium kategóriás térségé nőheti ki magát a tudatos fejlesztésnek köszönhetően. Ehhez természetesen kell egy tudományos bázis, amely feltérképezi a térséget és kialakítja annak identitását. Szólt a miniszter természetesen a kultúra jelentőségéről is. Ösztönösen, de ráéreztünk arra, hogy mi ennek, a, ennek a, milyenek a helynek a szelleme, mi a térségnek a szelleme, és mi az itt élő embereknek az emberekben meglévő tehetség. Ezt meg tudtuk mutatni. A feladat szerintem az, hogy ezt kapitalizáljuk, tőkésítsük valahogy. És itt mindig szokott jönni egy olyan vita, hogy a kultúra és a tőke lehet-e békében egymással, ami nálam sokkal okosabb emberek szoktak megvívni. Én példákat látok, amikor a kultúrára támaszkodva egy gazdaságot be lehet indítani. Lehet egy olyan regionális gazdasági modellt kialakítani, amely természetesen nem csak a kultúrára épül, hiszen a kultúra önmagában nem egy iparág, tehát nem tud eltartani egy térséget, de be tud indítani olyan folyamatokat, amely adott esetben egy térségi gazdasági modellen belül jelentős szereplővé teszi a kultúrát, és ami talán különösen fontos, vonzó részévé teszi a térséggazdasági modelljének. A tanácskozás igazolta, hogy széles körű együttműködések alakultak ki a települések és a szervezésben élenjárók között. Adódik tehát a kérdés, ezt vajon a jövőben fogják-e tudni folytatni, kamatoztatni programnak az egyik legfontosabb eredménye ez a, ez a régiós összefogás, és az látszik a településekben, hogy erre a továbbiakban is van igény, mert mert nagyon sokat adott nekik, akár kis térségben, akár a nagyobb térségre rátekintve ez az együttműködés, és valóban Veszprémváros polgármesterével már küldtünk egy ilyen felkérő levelet a, a csatlakozott településeknek, hogy tartsanak velünk egy következő kalandban is, ami pedig az Európa Sport Régiója, amelyet 2026 tervezünk megpályázni. pályázni. A részleteit még most dolgozzuk ki. Ugyanazzal a régióval pályáznánk, mint aki velünk volt az Európa Kulturális Fővárosa programban is, és ez alkalommal a régióra oly nagyon jellemző sporttevékenységeket domborítanánk ki, hiszen a sportnak ugyanolyan közösségépítő ereje van, mint a kultúrának, vagyis hát egymástól talán nem is független a kettő, és itt ebben az egészségmegőrzés, a fair play és, a, és maga a közés az, ami nagy hangsúlyt kaphat.